Tánccal, zenével búcsúztak 2013-tól a szombathelyiek a főtéren. Az egész estés rendezvényre több ezren látogattak ki. A szilveszterezőket az időjárás is kegyeibe fogadta, az átlagosnál jóval magasabb hőmérséklet volt térségünkben, mint az ilyenkor megszokott. Sokan egész családdal érkeztek. Van fogadalunk, megtartjuk, nekem 20 kilót kell lefogynom. Én a legjobbakat várom. Jó volt nekem a 2013-as is. Újévi köszöntőjében Puskás Tivadar polgármester hangsúlyozta, hogy Magyarország jó úton jár és további fejlődésben bízik. Boldog új évet mindenkinek, határa minden és túl! Boldog új évet, boldog új esztendőt! Azt kívánom, hogy ilyenkor mindenki, de mindenki arra gondoljon, hogy a következő év csak jókat hoz nekünk. A városi szilveszter legnépszerűbb programja a koncert volt, fellépett Danics Dóra, az egyik tehetségkutató tévéműsor felfedezettje is. Azt hiszem, hogy a 2013-as év volt a legszebb év eddig, én teljesen így értékelem. Csoda, nagyon sok csoda, boldogság, fejlődés és szeretet. Ezek az első dolgok, amik eszembe jutnak. A zenészek mellett a rock legenda Török Ádám is fellépett. Nekem sikerült ez az év. 65 éves voltam januárban, 45 éve a színpadon. Kihoztam új lemezeket, és voltam az Egyesült Államokban, magyaroknál, a magyar házakban turnézni, Kaliforniában. Éjfélkor a 2014-es évet látványos tűzijátékkal köszöntötték.